Azért léptem be az LMP-be, mert én szociálpolitikát tanultam, én szociálpolitikus vagyok, ahol nagyon szép és jó dolgokat hallottunk, ennek a szociálpolitikának az elmélet és gyakorlati részét megtanulhattuk, de ahhoz, hogy itt a szociális helyzet változzon, ahhoz a parlamentbe kell eldönteni a dolgokat, új törvényeket hozni, és csak politikusként tudom megváltoztatni ezt az egész rendszert. Tehát sokkal fontosabb az, hogy több milliárd forintból építünk egy miniuszodát, egy újabb csarnokot, egy Tarzan parkot, lekövezzük a főteret, csinosítgatjuk a parkokat. Ezek nyilván szép beruházások, valóban szépek, esetleg látványosak, de igazából az emberek hétköznapi, mindennapi problémáit nem oldják meg, mint ahogy egy forint forrás nem jutott arra se, hogy az itt élő embereknek jobbá tegyük az életét. Van forrás, van mire költeni. Most gondoljunk csak arra, hogyha akár a korrupciónak egy kisebb részét fel tudnánk számolni, vagy a látványberuházásoknak egy kisebb részét ilyen valóban fontos szociális városrehabilitációs célokra fordítanánk, akkor az itt lakó több száz, több ezer ember életét jobbá lehetne tenni. Én azt gondolom, hogy megválasztásom esetén az első két legfontosabb lépés, amit itt a helyiekért tennék, egyrészt az itteni áldatlan állapotok megszüntetése, olyan beruházásokat hoznék, ami valóban az itt élők mindennapi problémáit oldanák meg. A másik, amiről már beszéltem, az a közösségi bérlakás program kiépítése, megvalósítása a fiatalok, fiatal családok számára.